A CNT -t. 1936. május 4. kongresszusának legfontosabb eseménye május 1. Jénz Aragozában, Spanyolországban. A Nemzeti Munkaügyi Szövetség csatlakozott a Munkavállalók Nemzetközi Szövetségéhez. A forradalom építési fogalma. Először is adja meg mindenkinek, amit igényei követelnek, anélkül, hogy elégedettségében más korlátozások ne lennének, mint a gazdaság lehetőségei. Második kérje meg. Mindenkitől, hogy erőfeszítései maximális hozzájárulását adja a társadalom igényeinek megfelelően, figyelembe véve az egyes személyek fizikai és erkölcsi feltételeit. Az é új társadalom szervezete a forradalmi esemény után. A forradalom első intézkedései. A következőket nyilvánítják megszüntetetnek: a magántulajdont, az államot, a tekintőjelvét, következésképpen a kizsákmányolókat és a kizsákmányoltakat megosztó osztályokat, elnyomottak és elnyomók. Miután a gazdagság szocializálódott, a szabad termelők szervezetei lesznek felelősek a termelés és a fogyasztás közvetlen igazgatásáért. Miután minden településen létrejött az anarchista koműn, elindítjuk az új társadalmi mechanizmust. Az egyes ágazatok vagy szakmák termelői, szakszervezeteikben és a munkahelyen találkozva, szabadon határozzák meg a megszervezés módját. A szabad ün megragadja azt, amit korábban a burzsóázia birtokolt, például élelmiszereket, ruházatot, nyersanyagokat, munkaeszközöket, stb. Ezeket a munkaeszközöket és nyersanyagokat a termelők rendelkezésére kell bocsátani, hogy közvetlenül kezelhessék őket a közösség érdekében. Elsősorban a községek gondoskodnak arról, hogy minden település lakóit. Maximális kényelemben fogadják, biztosítsák a betegek ellátását és a gyermekek oktatását. Minden ember készen áll arra, hogy eleget tegyen az önkéntes kötelezettségnek, amely akkor válik valódi joggá, amikor az ember szabadon dolgozik, hogy segítséget nyújtson a közösségnek erősségeihez és képességeihez képest, és a komuna eleget tesz az igényeinek. Természetesen innentől kezdve meg kell teremteni azt az elképzelést, hogy a forradalom kezdeti korszaka nem lesz könnyű, és minden embernek a lehető legnagyobb erőfeszítéseket kell tennie, és csak annyit kell fogyasztania, amennyit a termelési lehetőségek lehetővé tesznek. Minden építő időszak áldozatot és egyéni és kollektív elfogadást igényel, és nem okoz nehézségeket a társadalom újjáépítő munkájának, amelyet közös megegyezéssel végzünk. Gyártói szervezeti terv. A gazdasági szervezeti terv bármilyen megnyilvánulásban is részesül a nemzeti termelésben, alkalmazkodni fog a szociális gazdaság legszigorúbb elveihez, amelyeket közvetlenül a termelők irányítanak különböző termelő testületeiken keresztül, akiket a különböző szervezetek közgyűlései neveznek ki, és akiket mindenkor ellenőriznek. Alapként, a munkahelyen, az Unióban, a kommunben, az új társadalom összes szabályozó testületében, a termelő és az egyén, mint sejt, mint minden társadalmi, gazdasági és erkölcsi alkotás alappillére. Kapcsolattartó testületként a kommunán belül és a munkahelyen, a műhely és gyári tanács, egyetértve a többi munka központtal. Szakszervezeti és szakszervezeti kapcsolattartó szervként, termelői szövetség, a statisztikai és termelési tanácsok amelyek továbbra is összevonják magukat, hogy az ibériai szövetség összes termelője között állandó és szoros kapcsolat hálózatát hozzák létre. Szakterületen, alapként a kommunbeli termelő, aki profitálna a politikai és földrajzi elhatárolás minden természeti erőforrásából. Kapcsolattartó szervként a növénytermesztési tanács, amely technikai elemeket és munkavállalókat foglal. Magában, akik a mezőgazdasági termelők szövetségeinek tagjai, felelősek a termelés intenzívebb ételéért, és rámutatnak a számára legmegfelelőbb földterületekre, kémiai összetételüknek megfelelően. Ezek a művelési tanácsok ugyanazt a kapcsolathálózatot fogják létrehozni, mint a műhely, gyár és gyártási és statisztikai tanácsok, kiegészítve azt a szabad szövetséget, amelyet a kommun politikai. Elhatárolásként és földrajzi felosztásként képvisel. Mind az ipari termelők szövetségei, mind a mezőgazdasági termelők szövetségei országosan szövetkeznek, amíg csak olyan országban van, ahol társadalmi átalakulás. Ha ugyanezzel a dilemmával hozzák ugyanast a munkafolyamatot, amelyre oktatják őket, akkor kényelmesnek tartják a gazdaság legtermékenyebb fejlődéséhez, és azonos módon az a Szolgáltatások amelyek jellemzői erre azáltal, hogy az összes anarchista község logikai és szükséges kapcsolatainak elősegítésével hajlamosak erre, azonos értelemben fognak egyesülni. Becsléseik szerint az új társadalom idővel képes lesz minden egyes kommunát ellátni az autonómiájához szükséges összes mezőgazdasági és ipari elemmel, annak a biológiai elvnek megfelelően, amely kimondja, hogy az ember szabadabb, ebben az esetben azt a kommunát, amelyiknek a legkevésbé van szüksége másokra. Az anarchisták közösségek és működésük. Az egyén, a község és a szövetség. Az adminisztráció teljesen közösségi jellegű lesz. Ennek az igazgatásnak az alapja tehát a kommuna lesz. Ezek a községek autonómak lesznek, és regionális és nemzeti szinten egyesülnek az általános célkitűzések megvalósítása. Érdekében. Az autonómia joga nem zárja ki a kötelességet betartani a kollektív együttélési megállapodásokat, amelyeket nem osztanak meg egyszerű értékelések, és amelyeket lényegében elfogadnak. Így a fogyasztói közösség önkéntes korlátozás nélkül vállalja, hogy betartja azokat az általános jellegű szabályokat, amelyekben a szabad vitát követően többséggel elfogadták. Másrésztről azoknak a kommunáknak, amelyek az iparosodásnak ellenállóak, másfajta együttélésbe is beleegyeznek, mint például a naturisták, striptease táncosok és mások, joguk lesz az autonóm közigazgatáshoz, eltekintve az általános kötelezettségvállalásoktól. Mivel ezek a mesztelem naturista községek vagy a községek bármely más osztálya nem lesz képes kielégíteni minden igényüket, bármennyire korlátozottak is legyenek, az Autonóm anarchista községek Ibériai Szövetsége kongresszusaira küldött tagjait gazdasági megállapodásokat köthetnek a többi mezőgazdasági és ipari községgel. Végezetül javasoljuk a KUMÜN, mint Általános és Közigazgatási Társadalmi Koordinációs Egység létrehozása. A község autonóm lesz, és a többi községhez csatlakozik. A községek regionálisan és regionálisan szövetkeznek, földrajzi korlátaikat saját belátásuk szerint határozzák meg, amikor kényelmes a kisvárosokat, falvakat és helyeket egyetlen közösségben egyesíteni. Ezeknek a községeknek a csoportja az Iarhiai Anarchista Autonóm Községek Szövetségét fogja alkotni. A termelés elosztó funkciója érdekében és a községek jobb ápolása érdekében létre lehet hozni azokat a kiegészítő szerveket, amelyek ennek elérését célozzák. Például, Konfederációs Termelési és Elosztási Tanács, a Nemzeti Termelési Szövetségek közvetlen képviseleteivel és az éves községi kongresszussal. A közösség küldetése és belső működése. A kommunának gondoskodnia kell arról, hogy mi érdekli az egyént. Neki kell majd gondoskodnia a lakosság szervezéséről, elrendezéséről és szépítéséről. Lakóinak elhelyezéséről, a szakszervezetek vagy a termelői szövetségek által az ön rendelkezésére bocsátott cikkekből és termékekből. Foglalkozik továbbá a higiéniával, a közösségi statisztikákkal és a kollektív igényekkel, a tanítással, az egészségügyi intézményekkel, valamint az egészségügyi létesítmények megőrzésével és fejlesztésével a helyi média. Kapcsolatokat fog szervezni a többi községgel, és gondoskodik minden művészi és kulturális tevékenység ösztönzéséről. E küldetés megfelelő teljesítéséhez közösségi tanácsot neveznek ki, amelyhez a művelési, egészségügyi, kulturális, forgalmazási és termelési és statisztikai tanácsok képviselői kerülnek. A kommunális tanácsok megválasztásának eljárását egy olyan rendszer szerint határozzák meg, amelyben megállapítják a nép által javasolt különbségeket, figyelembe véve, hogy idővettelik telik a metrópoliszok. Politikai decentralizálása, velük a kommunális szövetségeket alkotva. Mindezek a pozíciók nem lesznek végrehajtó vagy bürokratikus jellegűek. A technikai vagy egyszerűen statisztikai feladatokat ellátó személyeken kívül a többiek termelői küldetésüket is teljesítik, a munkanap végén üléseken ülnek össze, hogy megvittessák azokat a részletes kérdéseket, amelyekhez nem szükséges a közgyűlések. Jóváhagyása. A gyűléseket annyiszor tartják, ahányszor a koműn érdekei szükségesek, a közösségi tanács tagjainak kérésére, vagy mindegyik lakójának akaratából. Kapcsolatok és a termékek cseréje. Amint azt már említettük, szervezetünk föderalista jellegű, és biztosítja az egyén szabadságát a csoporton belül és a kommunán belül, a föderációkon belüli és a konföderációkon belüli közösségek. Szabadságát! Mi tehát az egyéntől a közösségig megyünk, biztosítva a jogaikat, hogy megőrizzék a szabadság elvét. A kommunát lakói megbeszélik egymással belső problémáikat, a termelést, a fogyasztást, az oktatást, a higiéniát és mindent, ami szükséges annak morális és gazdasági fejlődéséhez. Abban az esetben, ha egy egész régiót vagy tartományt érintő problémák merülnek fel, a szövetségeknek meg kell fontolniuk és az általuk tartott üléseken és gyűléseken az összes község képviselteti magát, amelynek küldöttei hozzájárulnak a korábban jóváhagyott nézetekhez. Például, ha utakat kell építeniük, összekötve egy régióvárosát, vagy a mezőgazdasági és ipari régiók közötti szállítással és termékcserével kapcsolatban, természetes, hogy minden község felteszi kritériumait, mivel nekik is segítséget kell nyújtaniuk. Regionális jellegű kérdésekben a regionális szövetség hajtja végre a megállapodásokat, és ezek képviselik a régió összes lakosának szuverén akaratát. Nos, az egyénben kezdődött, majd átment a kommunához, onnan a föderációhoz és végül a konfederációhoz. Ugyanígy eljutunk minden nemzeti probléma megvitatására, mivel szervezeteink kiegészítik egymást. A Nemzeti Szervezet Szabályozza a nemzetközi kapcsolatokat, mivel közvetlen kapcsolatban áll más országok. Proletariátusával, a saját szervezeteiken keresztül, amelyek a miénkhez kapcsolódnak a Nemzetközi Munkásszövetséghez. A termékek kommunából kommunába történő cseréjéhez a kommunális tanácsok kapcsolatot létesítenek a községek regionális szövetségeivel, valamint a Termelési és Forgalmazási Szövetségi tanácssal, azt állítva, hogy mire van szükségük, és felajánlják a maradékot. A közösségek is a termelői és statisztikai tanácsok között létrejött kapcsolathálón keresztül, amelyet a Termelői Nemzeti Szövetség hozott létre, ez a probléma megoldódik és egyszerűsödik, ami a közösségi vonatkozást illeti, a gyártó levelei elegendőek lesznek, és azokat a műhely és gyártanácsok adják ki, amelyek jogot adnak arra, hogy megszerezzék azt, ami minden igényük kielégítéséhez szükséges. A gyártólevele. A változás jeleinek kezdete, amelyre a következő két szabályozási elem vonatkozik, először is, hogy nem átruházható, másodszor, hogy fogadjanak el olyan eljárást, amely szerint a levélben a munka értékét a munkanap egységeiben rögzítik, és ez az érték legfeljebb egy évig érvényes a termékek beszerzésére. A passzív lakosság elemei számára a közösségi tanácsok biztosítják számukra a fogyasztási leveleket. Természetesen nem állíthatunk fel abszolút mércét. Tiszteletben kell tartani a községek autonómiáját, amelyek, ha úgy ítélik meg, hogy más belső csererendszert hozhatnak létre, feltéve, hogy ezek az új rendszerek semmilyen esetben sem sérthetik más községek érdekeit. Az egyéni kötelezettségek a kollektivitásra és a forgalmazási igazság fogalma. Az anarchizmus nem összeegyeztethető. Semmilyen javítási rendszerrel, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi büntető igazság szolgáltatási rendszer eltűnik, és ezért a büntetés eszközei, börtönök, börtönök stb. Ez a dokumentum azt fogalmazza meg, hogy a társadalmi determinizmus az úgynevezett bűncselekmények fő oka a jelenlegi helyzetben, és következésképpen, amint a bűncselekmény kiváltó okai megszűnnek, a legtöbb esetben megszűnik. Így. Figyelembe vesszük először is, hogy az emberek természetüknél fogva nem rosszak, és a bűnözés logikus eredménye annak a társadalmi igazságtalanságnak, amelyben élünk másodszor szükségletei kielégítésével, észszerű és humánus oktatásnak is teret engedve, ezeknek az okoknak kell kell tűnniük. Ezért megértjük, hogy amikor az egyén elmulasztja teljesíteni kötelességeit, mind az erkölcsi rendben, mind a termelői funkciókban, akkor a népgyűlések fogják harmonikus érzékel igazságos megoldást adni az esetre. Az anarchizmus ezért megalapozza orvoslását az orvostudomány és a pedagógia területén, az egyetlen megelőző eszköz, amelyhez a modern tudomány elismeri ezt a jogot. Amikor az egyén, a kóros jelenségek áldozata, az emberek között uralkodó harmónia ellen próbál kísérletet tenni, a pedagógiai. Terápia gondoskodik egyensúly hiányának orvoslásáról, és serkenti benne a társadalmi felelősség etikus érzését, Amelyet egy egészségtelen örökség természetesen megtagadott tőle. A vallási kérdés. A vallás az ember pusztán szubjektív megnyilvánulása, azonnal felismerhető lesz, amint az egyéni lelki ismeret hajlikába szorul, de semmiképpen sem tekinthető nyilvános hivalkodásnak vagy erkölcsi vagy. Szellemi kényszerítésnek. Az egyének szabadon alkothatnak annyi erkölcsi elképzelést, amennyit megfelelőnek tartanak és minden szertartás eltűnik. A forradalom védelme. Elismerjük, hogy meg kell védeni a forradalom során elért hódításokat. Feltehetően kapitalizmusuk nem fog beletörődni abba, hogy kiesnek az idővel megszerzett érdekeit. Ezért amíg a társadalmi forradalom nem diadalmaskodott, nemzetközi szinten, addig meghozzák a szükséges intézkedéseket az új rezsim védelmére, akár a fentebb említett külföldi kapitalista invázió veszélye ellen, akár az ország belsejében az ellenforradalom megakadályozása érdekében. Az állandó hadsereg jelenti a legnagyobb veszélyt a forradalomra, mivel befolyása alatt a diktatúra meg fog kovácsolódni, amely végzetes csapást mér. A harc pillanataiban. Amikor az állam erői vagy egészben csatlakoznak a néphez, ezek a szervezet erők segítséget nyújtanak az utcán a polgárság legyőzéséhez. Miután ezt elsajátította, befejezte munkáját. A fegyveres nép lesz a legnagyobb garancia minden olyan kísérlet ellen, amely belülről vagy külföldről érkező erőfeszítésekkel tönkre tette a rezsim helyreállítását. Több ezer dolgozó van, akik átvonultak a laktanyában, és ismerik a modern katonai technikát. Hogy minden kommunának megvan a maga fegyverzete és védelmi eleme, mivel a forradalom végleges megszilárdításáig ezeket nem pusztítják el, hogy munkaeszközök kéváljanak. Javasoljuk a repülőgépek, harckocsig, páncélozott teherautók, géppuskák és légvédelmi ágyuk megőrzésének szükségességét, mivel a levegőben rejlik a külföldi kapitalista invázió valódi veszélye. Ha elérkezik ez a pillanat, a város gyorsan mozgósítani fog, hogy szembenézzen az ellenséggel, és amint a védelmi küldetésüket teljesítették, visszatérjen a gyártók a munkaterületekre. Ebben az általános mozgósításban meg kell érteni mind a két nem minden olyan személyét, akik alkalmasak a harcra, és akik a harcban előírt többszöri küldetés végrehajtásával készülnek rá. Nagy a szövetségi védelmi káderek, amelyek a termelési központokra is kiterjednek, a legértékesebb segédeszközök lesznek a forradalom meghódításainak megszilárdítására és alkatrészei kiképzésére a harcokhoz, amelyeket védelmében nagy szinten kell fenntartanunk. Ezért kijelentjük, először is a kapitalizmus lefegyverzése magában foglalja a fegyverek szállítását a kommunákhoz, amelyek felelősek azok megőrzési megőrzéséért, és akik nemzeti szinten gondoskodnak a védelmi eszközök hatékony megszervezéséről. Másodszor, a nemzetközi keretek között intenzív propagandát kell folytatnunk minden ország proletariátusa körében, hogy felkeltsék energikus tiltakozásukat, szolidáris mozgalmakat hirdessenek minden kormányuk inváziós kísérlete ellenére. Ugyanakkor az ibériai norhista autonóm községek szövetsége, Erkölcsileg és anyagilag segíteni fog a világ minden kizsákmányoltjának, hogy örökre megszabaduljanak a kapitalizmus és az